Halottak napja van, jó estét kívánok! November 2-án, kedd este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Minden szentek napjára emlékeztek környén. Halottak napja alkalmából tartottak szentmisét Várgesztesen. Jótékony céllal futottak a hétvégén a tatai önkéntesek. Megnyílt a Tatabányai Aranykezek Galéria. Halloween-i szokásokat öregbítettek Tatabányán. Minden szentek napján közös ökumenikus megemlékezést tartottak a környei katolikus temetőben, melyet Visnyei László plébános vezetett. Minden szentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözölt lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én tart. A kelta népek számára az új év, valamint a tél és a sötétség kezdetét jelentette. Úgy hitték, hogy az ünnep éjszakáján az előző évben elhunyt lelkek összezavarhatják az élők életét, hiszen ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Ugye minden szentek ünnepe benne van a névben, hogy mit jelent, hogy minden szentekre emlékezünk, vagyis azokra a szentekre, akik ugye mondjuk akik ugye nincsenek kanonizálva, mondjuk például Szent Erzsébet, második Szent János pápa, hanem azokra a szentekre, akik ugye eltűntek a világ szem elől, és mégis üdvözültek, őrúluk is megemlékezünk minden szentekről. Számunkra fontos ez az ünnep, mert egy iránymutatást ad a keresztény embernek, az, hogy a szentekre emlékezünk is, mert látjuk, hogy meg lehet érkezni valahová, és ez a valahová, az pedig nem más, mint az Istennek az országa, ahová mindannyian szeretnénk eljutni keresztényként, szeretnénk látni az Istent a boldog színelátásban, és minden szente ünnepe egy kicsit úgy ezt ragadja meg számunkra, ezt a boldog színelátást, hogy igenis Istenthez meg tudunk érkezni. Isten vár bennünket, de ez nekünk is ugye tennünk kell. Nem más, mint ugye, hogy megérjük a Isten törvényeit itt a Földön, és ez, hogy ezt megérjük, avval szépen lassan el tudunk ugye jutni az üdvösségre. És föltehetjük a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Ugye említettem ugye a szenteknek a példáját, hát őket követni. Ugye követni úgy, hogy nem Szent Erzsébetté akarok válni, nem Szent II. János pápává, hanem amit megmutattak számunkra az Isten követésbe, hogy lehet követni az Istent az egyszerű életbe és a hétköznapi életbe. Az, hogy megélem a főparanc, ami így hangzik, szeresd Uradat Istenet teljes szívedből, teljes elmélyből és minden erődből, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A keresztény közösségek a 7. századtól kezdődően kezdtek ünnepet tartani az elhunyt katolikus szentek tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ünnep minden szentek ünnepeként élt tovább. A Szent Vendel és Szent Miklós püspök templomban tartottak megemlékező szentmisét halottak napja alkalmából Várgesztesen, a minden szentek főünnepét követő ünnepnapon. Halottak napján sokan gyertyát, mécses gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává. Az ünnep a 14. században terjedt el széles körben, és a 14. században vált hivatalossá. Mai napon ünnepeljük halottak napját november 2-án, mikor is az egyház megemlékezik azokról a lelkekről, akik a tisztító tűzbe vannak, akik várják a tisztulásoknak a végét, hogy megérkezzenek a szentek sorába. Ez egy ilyen köztes állapot, amikor még az embernek a bűnei még egy kicsit a lelkén ott vannak, de ettől tisztulnak meg ezen a helyen, és ahogy megtisztulnak, úgy lépnek be az üdvösségre. Ők már tudják, hogy hová tartanak, látják az Istent, látják azt, hogy mennyire fontos számukra az örök üdvösség, és hogy a megérkezés pillanatában, ott állnak a ajtóban a megérkezés pillanatában, és hogy megtörténik ez a tisztulásnak a vége, abban a pillanatban a boldog színelátásra elérkeznek, és ez nagy öröm tud lenni számunkra, mindannyiunknak, és azért is fontos számunkra így megemlékezni ezekről a lelkekről, mert
ugye tudjuk őket segíteni imáinkkal, áldozatainkkal, a szentmisét mutatunk be, értünk, és mai napon az egyház külön ő rájuk emlékezik. Az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés vigasztalást nyújt a hátra maradottaknak. A halottak napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak. Prohászka Ottókár a mai napra ezt írja. Vigyen lelket, tehát hitet és reményt a temetőbe, és szeresse a holtakat, az igaz élőket, és imába közeledjék velük. Szeresse őket és segítse őket, szeresse sírjaikat is, nézze azokat lélekkel, s ültesse be virággal. S ha néha fölsír lelkébe a keserű fájdalom, diszharmóniája, nézen olyankor a síron lobogó gyártyalángra, s a síron nyíló virágra, s imádkozzék örök életért, örök világosságért, s örömért. A terhesség 28. hetén 1500 grammal született meg Tatabányán Bernát Attila. A Szent Borbála kórházban hetekig küzdöttek az életéért sikeresen. A jelenleg Tatán élő fiúnál izomtónus eloszlási zavart diagnosztizáltak. Ahhoz, hogy Attila önállóan is tudjon járni, egy műtétre és egy év intenzív rehabilitációra van szükség. A hétvégén ez a cél vezérelte az önkéntes futókat. Bernát Attila most 16 éves. Önállóan járni csupán kisebb távon tud, de járókeret ehhez is szükséges. A fiú koraszülöttként jött világra Tatabányán, ahol több hét küzdés után izomtónus eloszlási zavar diagnosztizáltak nála. Attila édesanyja segítségével szinte minden nap valamely a mozgását segítő fejlesztésen vett részt, most azonban nagy lehetőséget kapott a család. A Tatán élő kamasz számára valósággá válhat álma, hiszen egy 5 millió forintos műtétnek és rehabilitációnak hála esélyt kaphat arra, hogy egyedül is járhasson. Idén megtaláltuk Budapesten a STEPS nevű neurorehabilitációs központot, ahol robotok segítségével folyik a rehabilitáció. Ide járunk nyár óta, ami nagyon-nagyon szuper eredményeket ért el Attila, nagyon sokat erősödött, és itt ajánlottak egy külföldi műtétet, ami igazából Barcelonában történne meg, egy Nazarov professzor találmánya, Nazarov féle műtét, ahol mikrometszéseket ejtenek az izmokon, ezáltal meg tudják nyújtani a feszes izmokat, terhelhetőek, erősíthetőek, és ezáltal a feszes izmok által elnyomott izmok is tudnak erősödni. Ez a műtét igazából az a gond, hogy nem támogatja a TB, sőt a rehabilitációt sem támogatja a TB, erre szeretnénk gyűjteni, ez körülbelül 5 millió forint lenne. Attilának már csináltunk egy Facebook csoportot, segítsünk Attilának járni, tanulni. Ide már érkezett segítség, kb. 1 millió forint gyűlt össze, de még sajnos így is mindig hiányzik. Az összeget csupán felajánlásból tudja előteremteni a két fiút egyedül nevelő édesanyja, aki jelenleg a Szent Borbála kórházban dolgozik. Az önkéntesség Tatán és környékén egyesület segítve a családnak gyűjtés szervezett és Attiláért futottak október 30-án. Ismét futunk, és ismét egy nemes célért, egy fiúért futunk, akinek álma, hogy járni tudjon, és most jelenleg a műtétjére gyűjt. Úgy gondoltuk, hogy segítünk neki, támogatjuk az Attilát. Az önkéntes csapatból összesen, illetve az Ultra Balaton csapatból 16-an futunk, és a jellegzetesen egy ilyen kék színű kendőt fogunk használni a futásnál, és az a célunk, hogy Attilát megmutassuk a leendő segítőinek. A futáson végül 71.500 forint jött össze, de továbbra is örömmel fogad segítséget a család. Őszi gyermekprogrammal várták az érdeklődőket a József Attila Művelődési Házban. A népszerű arcfestés és csillámtetoválás mellett kreatív foglalkozással, valamint zenés gyermekműsorral készültek a szervezők. Ezen kívül kiállították az aranykezek rajzpályázat műveit. Boszorkány, cica és különböző ijesztő arckifejezések köszöntek vissza ránk a kifaragott tökökből a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon tökös babrágató programján. A tavalyi évhez képest még több érdeklődőt vonzott az esemény, így 100-nál is több tököt faragtak ki a rendezvényen. Hát ahogy ugye a Halloween kultusz beszivárgott kis hazánkba is, ide a Kárpát-medencébe, ugye egyre nagyobb igény merült fel arra, hogy a Halloween tök faragás és a hozzá kapcsolódó egyéb kulturális szokásokat mi is meghonosítsuk itt a Művelődési Házban, Kertvárosban. Úgyhogy már jó néhány éve foglalkozunk ezzel a programmal. De elsősorban ugye a tökfaragás az, ami nagyon népszerű, hogy idén most már 100 darab tököt hoztunk. Ez eddig rekordszámú, tavaly 80-nál álltunk meg, de rájöttünk, hogy kevés volt. Bízunk benne, hogy ez a 100 darab mennyiség ez idén elegendő lesz. Kb. Az ülőhely kapacitásunk is ennek megfelelő. Alapvetően ugye a tökfaragás, ezt nagyon szeretik.
nyilván a gyerekek, sőt elmúlt években egyszer kiderült, hogy a szülők is nagyon szeretik a művelődési házban a tökfaragást. Konkrétan a szülő azt mondta nekem, tudja, az a helyzet, hogy inkább itt szemetelünk, mint otthon a vadonatúj felújított konyhánkban. Ez is lehet egyébként egy szándék, vagy egy vezérlő elv. Nyilván arról van szó, hogy egyébként közösségi folyamatként, közösségi tevékenységként talán nagyobb élményként élik meg a gyerekek azt, hogy faraghatnak tököt. Természetesen szülői felügyeletel itt éles eszközöket is használnak hozzá, és hát ellesetik egymástól, hogy éppen milyen tök fejeket lehet, figurákat lehet kifaragni ezekből a terményekből. Emellett pedig ezzel párhuzamosan működik egy játszóházunk. A kisgyermekes családokra is gondoltak, hiszen a rendezvényen biztosított volt egy játszóház, ahol a tökös tematikához kapcsolódóan tudtak a gyerekek különböző tárgyakat és rajzokat elkészíteni. A nagy érdeklődése való tekintettel a következő években is számítani lehet az esemény megrendezésére. A Kertvárosi Bányászművelődési Otthon az idén is megszervezte október utolsó hétvégéjén a Tökös Babrágató elnevezésű rendezvényét. A programok között a tökfaragás és a játszóház, valamint a késő délutáni órákban, sötétedés után egy töklámpás felvonulás is szerepelt. Arcfestés, csillámtetoválás, kreatív foglalkozás, zenei műsor. Színes programokkal várták a gyermekeket a József Attila Művelődési Házban, mindezeket az ősz jegyében. Az Aranykezel kreatív szakkörrel közösen készített galériát is megnézhették a gyerekek, hiszen a házban működik egy ilyen rajzszakkör, a Helter Erika vezetésével, akik időről időre nagyszerű, nagyon szép rajzokat készítenek a gyerekekkel, és egyébként ez is hagyomány, tehát már nagyon, nagyon sok esetben többször volt már ilyen, hogy gyerek rendezvénnyel összekötöttük az Aranykezek szakkör alkotásainak a képeit, és ebből egy szép kiállítás kerekedett. Zajlott a háttérben, mint minden gyermek rendezvényen, olyan kreatív foglalkozás, ahol különböző kis őszi dekorációkat, díszeket készíthettek, arcfestés és a csillámtetoválás sem maradhatott el, mert ez azt gondolom, hogy tényleg minden gyerek kedvence. Úgyhogy miközben a Horváth Sándor Igrit szórakoztatta a gyerekeket, különböző hangszereken játszottak és énekeltek együtt közösen. Az idő alatt a pihenni vágyó vagy kreatív hangulatban lévő gyerekek addig ügyeskedhettek. Az Aranykezek alkotócsoportot 5 évvel ezelőtt hívta életre Salamonné Helter Erika. A vezető kiemelte a színterápia gyógyító hatását. A csoport tagjai a járványhelyzet miatt a közösségi oldalon tartották a kapcsolatot. Igyekszem nem csak a szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazni, meg egy kis mentális javító szándékot belevinni, hanem igyekszem olyan gyerekekkel is foglalkozni, akik ezen az úton szeretnének tovább tanulni. 5 év alatt 7 gyereknek sikerült is felvételt nyerni, úgyhogy azt mondhatom, a továbbtanulási arány 100%-os, és nagyon sok olyan gyerekem van, akik visszajárnak annak ellenére, hogy továbbtanultak már egy helyre, képzőművészeti helyen folytatják a tanulmányokat, de vissza-vissza néznek egy picikét a csoportba, és alkotnak velünk együtt. A környei polgármesteri hivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a járványhelyzet miatt november 2-ától kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a hivatalban. Az ügyfeleket változatlan időpontokban fogadják. A hivatal kedden és csütörtökön zárva tart, ezeken a napokon az ügyintézők telefonon, illetve e-mailben elérhetőek. A Zalaegerszegen lakó, de megyénkben született Hartman Miklós író dedikálással egybekötött író-olvasó találkozót tart Várgesztesen. Az érdeklődőket november 3-án szerdán 17 órától a faluházban várják. Kedesti híreink következnek még egyszer röviden. Minden szentek napjára emlékeztek környén. Halottak napja alkalmából tartottak szentmisét Várgesztesen. Jótékony céllal futottak a hétvégén a tatai önkéntesek. Megnyílt a tatabányai Aranykezek galéria. Halloween-i szokásokat öregbítettek Tatabányán. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! November 2-án kedd este a tatai Körzeti Televízió napi híradóját látták. Tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!